Köszöntök én is mindenkit. Igyekszem rövidre fogni, hogy a Tibornak az előadásának maradjon hely a végén, mert az érdekesebb lesz talán. Jó magam, hadtörténészként, ugye a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára vagyok, hadtörténész tanára. Nem tartom magam a Donkanyar, sőt a II. Világháború teljesen avatott kutatójának. Az, hogy most mégis itt állok és előadást tartok erről a témáról, az igazából annak köszönhető, hogy vannak bizonyos személyes élményeim a Donkanyarral kapcsolatban. Nem jártam ott, tehát hogyha rám néznek, azért az látszik, hogy akkor még nem élhettem. Bár magam is katona vagyok, hivatásos katona. De 2016-ban volt szerencsém bejárni a Donkanyart, azt a védelmi vonalat, és ott olyan személyes benyomások is értek, amik hát arra vezettek, hogy próbáljak választ találni azokra a kérdésekre, amik ott felvetődtek bennem. Tehát ezek, amiről beszélek, amit elmondok, azok az én válaszaim a Donkanyarra, a második magyar hadseregre. Biztos, hogy ahányan ülünk itt, mindenkinek megvan a saját véleménye erről a témáról, tehát én azt mondom, hogy most én egy vélemény előadást fogok tartani. Ha elkezdjük ezt a témát boncolgatni, akkor sokféle megközelítéssel találkozhatunk. Ugye kezdődött az 50-es években, még a Rákosi időszakban, hogy egy fasiszta hadsereg megtámadta a Szovjetuniót, a németekkel együtt harcoltunk, tehát egy bűnös hadsereg. Ugye akik megjárták a Donkanyart, azoknak nem is volt szabad nagyon beszélni erről. Nem, hogy nem volt szabad, ez nem igaz egyébként manapság, sok mindenre rámondjuk azt, hogy nem volt szabad megcsinálni, nem volt ajánlatos. Lehetett róla beszélni, csak hát aztán megvoltak a következményei. Az én nagyapám is járt a Donkanyarba, szerencsére ő visszatért. Ő az egriekkel volt a Donkanyarba, és géppuskásként harcolta végig. Idénként elkezdett róla mesélni, aztán akkor úgy valaki leállította, hogy apuka, erről ne beszéljünk most éppen. Sőt, ugye a nagybátyám az katonatiszt, most már nyugállományú, és amikor nála ilyen szovjet katonatiszt bajtársak voltak vendégségbe, akkor, mikor fölbukkantott, hogy Voronyezs meg Sztalioszkol, akkor nagyapámnak is mindjárt hegyesedett a fő, és mondta, hogy Sztalioszkol, arról tudok én is beszélni, és mondta, nem apuka, ne mondja semmit. Ugye? Na most, tehát, hogy nem volt róla írdomos beszélni. Ja, aztán utána a Kádár időszakban akkor nagy változást hozott Nemes Kürtinek a könyve, ugye Requiem egy hadseregért, és attól kezdve valahogy Mohácssal összefonódott a II. Doni hadseregnek a sorsa. Ugye beszéltünk a II. Magyar hadseregről, de úgy, mint egy áldozatul odadobott hadseregről, olyanról, amivel fizetnünk kellett a visszacsatolt területekért. Ugye immár most manapság már szállóig az, hogy nincs ingyen leves, tehát meg kellett fizetni a terület visszacsatolásokért. Tehát úgy jön ki egy kicsit, mintha ha Magyarország gond és Horthy kormányzón egy nagyon erős kényszer lett volna abban, hogy küldjünk frontra katonákat, magyar katonákat, de lehetőleg próbáljuk meg ezt lecsökkenteni a minimálisra, és végül aztán az egész ország területéről összegyűjtöttek körülbelül 200-207 ezer főt, ugye a II. Magyar hadsereget, akiket aztán utána odadobtak áldozatul a németeknek, és kimentek a Donkanyarba, és ugye körülbelül ennek a hadseregnek a fele sajnos ott maradt. Tehát úgy jön ki, mint hogyha egy vert sereg ment volna eleve a Donkanyarba, az orosz frontra, és ugye ezek a katonák ezek végig abban a tudatban harcoltak volna ott, hogy ők már halálra vannak számba. Ugye ez hosszú ideig, sőt manapság is találkozhatunk ezzel a véleménnyel. Aztán az utóbbi években megjelentek olyan nézetek, amik próbálják relativizálni a veszteséget. Ugye hosszú ideig tartotta magát az a nézet, hogy a hadsereg kétharmada ott maradt a Donkanyarba, tehát óriási veszteség volt. Pár évvel ezelőtt Szakály Sándor írt egy tanulmányt arról, hogy ez a veszteség ez valójában az elesettek, eltűntek és a hadifogságba esettek létszámát összeadva körülbelül 94-96 ezer fő lehet, tehát még a hadsereg felét se érte el, tehát nem volt olyan nagy. Akkor ugye a felszereléssel kapcsolatban olvastunk olyanról, hogy papírtalpú bakancs, meg rossz minőségű fegyverzetet kapott a II. Magyar hadsereg. Ugye ezzel szemben azért manapság már ott tartunk, hogy a Magyar Királyi Honvédség 1942-ben a Magyar Királyi Honvédség fegyverzetéből a legjobbat szedték össze, hogy jól felfegyverezzék ezt a hadsereget.
Az biztos, hogy voltak ellátási nehézségek, de az ellátási nehézségek főleg abból adódtak, hogy a németek biztosították az ellátmányt. Tehát Magyarországról kiküldték rendben az élelmiszert, a szalonnát is, meg amire szüksége volt a katonáknak, de ugye ez a német raktárokban azt elolvadt, azt lett bőle marmelád. Tehát voltak nehézségek. De nem lehet relativizálni ugye magát azt a traumát, amit átélt az ország, főleg az elveszett katonák után. Na, szóval ugye ezek vezettek arra, hogy én is próbáljak gondolkodni arról, hogy mit jelenthet egy hadtörténész szemével is a Don kanyar. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy választ kapjunk erre a kérdésre, vagy legalábbis én próbáljak választ adni erre a kérdésre, talán ott kell elkezdeni, hogy 1942-ben másképp gondolkodtak az emberek. Tehát akkor még nem volt vége a világháborúnak. Sőt, ugye 1942-ben még azt se gondolták az emberek, hogy Magyarországon egyáltalán harcolni kell a szovjettel szembe. Sőt, 1942-ben még a 42 tavaszán az emberek úgy gondolták, hogy a pár hónap is a németek az Uralnál lesznek. Tehát ez egy nyerő helyzet volt a németek szempontjából. És ugye mi vezette rá őket, és mi volt az a helyzet, amiben Magyarország úgy érezhette, hogy neki a keleti frontra csapatokat kell küldeni. Mert hogy azt vitatom, hogy a második magyar hadsereget azt áldozatul küldték volna a Donhoz. Azt is vitatom, hogy Hortiék megpróbálták volna azért csökkenteni ennek a hadseregnek a létszámát, vagy egyébként a kiküldendő erőknek a létszámát, mert ők tudták azt, hogy majd ott úgyis elpusztulnak a katonák, tehát hogy minél kevesebben halljanak meg. Nem ez volt az oka annak a bizonyos csökkentésnek, voltak annak más oka is. Na tehát valahogy 1938-tól kéne elindulnunk, vagy igazából inkább 1920-tól, Trianontól, amikor hatalmas veszteség érte Magyarországot. Ugye általában szokás azt mondani, hát idén van az évfordulója, szokás azt mondani, hogy a trianoni veszteség ugye az ország kétharmadát elcsatolták. Azt azért el kell fogadnunk, vagy el kell fogadnunk, nem tudok rá más mondani, hogy már magában az osztrák-magyar monarchiában, tehát az ország vezető, vagy a monarchia vezetésében is, a császár fülében ott volt a gondolat, hogy előbb-utóbb a szlávokat be kell emelni uralkodó nemzetként a monarchián belül. Ha sikerült volna ugye Szerbiát elfoglalni, akkor még jobban megnőtt volna a szlávságnak a létszáma, tehát nem lehetett volna az, hogy ez egy két lábon álló monarchia, ahol a németek, vagy az osztrákok és a magyarok, a két uralkodó nemzet és a szlávok ebből kimaradnak. Tehát valószínűleg előbb-utóbb valamilyen kis trianonhoz képest, tehát egy kisebb megosztásra sor került volna a magyar királyságnak. És ugyanez fölmerült az Antant oldalán is. Ugye a Wilsoni elvek elvileg azt célozták meg, hogy egyfajta nemzetállamok jöjjenek létre az első világháború után. És ugye Károlyék abban bíztak is, hát ez egy elég felelőtlen dolog volt, hogy bíztak benne, de most ezt ne vitassuk. Lényeg az, hogy sajnos ugye Trianonban nem nemzetállamok jöttek létre, hiszen egy sok nemzetiségű ország, egy sok nemzetiségű monarchia esetében nehéz lett volna azért ezt szintiszta Magyarországként létrehozni. Ugye itt pont az erdélyi terület volt ebből a szempontból a problémás. És ugye ott volt Csehszlovákiának a mohósága, hogy azt a viszonylag keskeny felvidéki területsávot is megpróbálták, vagy nem is, hogy megpróbálták, megszerezték, ahol szinte tiszta magyar nemzetiség élt. Tehát egyfajta feszültséget hagyott maga után, egy elég nagy feszültséget hagyott maga után Trianon, és Magyarországnak, a Magyar Királyságnak nem volt más útja itt Európában, mint hogy ahhoz, hogy kilábaljon ebből a válságból, ebből a gödörből, célul kellett kitűzni a revíziót. Na most milyen lehetőségek voltak a revízióra? Hát 1920-ban nem sok, hiszen körülöttünk ugye megalakult a Kisantant, és ugye ez a Kisantant eleve egy sokkal nagyobb túlsúlyt képzett ugye Magyarországgal szembe, amely ugye 35 ezer fős hivatásos hadsereget, zsoldos hadsereget tartatott fenn, tehát megtiltották a mozgósítást. Ettől függetlenül ugye az úgynevezett rejtési éveiben egészen 1928-ig megpróbálta a hadsereg fönntartani a működőképességét. Tehát amellett, hogy a hivatásos hadsereg fölállt, amellett a tiszteket olyan fedőfoglalkozásokba bújtatták el, vámőrségnél, például pénzügyőrségnél, rendőrségnél, csendőrségnél,
ahol megmaradtak állami alkalmazásba, és ugye készen álltak arra, hogyha sor kerül egyfajta revízióra, akkor azonnal a hadsereg kötelékében harcolhassanak. Ugye rejtve megmaradt az újonc, vagyis hát a lakosság felkészítése is, ugye a kezdeti időszakban a MOVE végezte az ifjúság felkészítését, utána ugye ez a Leventébe folytatódott. Tehát Magyarország megpróbálta megőrizni a képességét arra, hogy alkalomattán majd akár egy fegyveres revízióban is részt vegyen, de meg kell, hogy mondjam, ugye, hogy ez az 1920-as, 30-as évek elején még egy irreális gondolat volt. Tehát a környező államok közül, ha csak Romániát nézem, akkor eleve sokkal nagyobb hadsereggel, nagyobb erővel rendelkezett. Ugye 1938-ban jött el az a pillanat, amikor mégis valóra vált Magyarország vágyálma. Ugyanis ugye beszéltem arról, hogy az első világháború után létrejönnek ezek az új államok. Ugye korábban az 1700-as évek végén létezett utoljára Lengyelország, az első világháború után létrejön Lengyelország, aztán Csehszlovákia, ugye egy olyan államalakulat, amelyik több nemzetiséget ötvöz magába, aztán Románia, Jugoszlávia, Jugoszláv is ugye szerb-horvát szlovén királyság, tehát három vagy még több nemzetnek az összeolvasztásában jön létre. Ugye miért jönnek létre ezek az államok? Gyakorlatilag nem maguktól keletkeznek. Tehát attól függetlenül, hogy vannak nemzetgyűlések, ahol a nemzetiségek szavaznak arról, hogy ők hova akarnak éppen tartozni, így például a szlovákok is szavaztak arról, hogy ők a csehekhez akarnak tartozni. Ettől függetlenül mégiscsak elsősorban Franciaország akarata érvényesül. Miért hozzák létre ezeket az államokat pont ebben a nagyjából ezekben a méretekben? Ugye elsősorban az a cél, mondom, tanultuk a középiskolai, vagy a történelmi órákon, hogy létrehozzák ezeket úgynevezett cordon sanitaire államokat, amik elszigetelik a Szovjetuniót Európától. De igazából a közvetlenebb célja ezeknek az államoknak, létrehozásának az a célja, a közvetlen célja, hogy Franciaország segítségére, mondhatni azt, a Németország mögött, Németország keleti oldalán létrejön egy olyan államcsoport, amelyik Németországot képes egy háborús helyzetben kétfrontos harc háborúra kényszeríteni. Ugye korábban ez Oroszország feladata volt, ugye az Antanton belül, mikor Oroszország, ugye a Szovjetunió kiesik ebből, akkor egy zseniális húzással létrehozzák ezeket az államokat. Tehát ezek az államok alapvetően ugye Franciaország és Angliának köszönhetik a létüket. Ettől függetlenül azért ezt el kell ismerni, hogy Csehszlovákiában létrejön egy olyan ország, amelyik akkoriban Európa egyik legdemokratikusabb országa volt, tehát ezt nem lehet elvitatni tőlük. Lengyelországban egy katonai diktatúra működik, Romániában szintén, Magyarországon szintén. Léteznek ugye ezek az országok. Na most mi történik 1938-ban? Ugye Hitler tisztában van azzal, hogy számára, ugye Németország számára az elsődleges cél az lenne, hogy elzászló Toringiát visszaszerezni. Tehát az annyira közvetlen cél, mint nekünk mondjuk a Felvidéket vagy Erdélyt visszaszerezni. De remek politikus, sőt, hát igazából a német politika zseniális ebből a szempontból, hogy nem mennek neki Franciaországnak fejjel, ugye, hogy betörjön a fejük, hanem jól látják azt, hogy először ezeket a keleti államokat kell kiiktatni. És ugye Hitler meglovagolja a nemzetiségi kártyát, ugye 1938-ban a szudéta németek érdekében fellép, ugye a franciákkal szembe, és bebizonyítja azt, hogy Csehszlovákiában atrocitások élik az ott lévő német nemzetiséget. Az angolok és a franciák részéről van egy vezető elv az első világháborút, hogy ne legyen még egy világháború, tehát ne harcoljunk már németek ellen, próbáljuk meg elkerülni a háborút. Ez nem annyira pacifizmus, ez inkább az európai stabilitás vagy biztonságnak a fenntartását célozza. Tehát gyakorlatilag Csehszlovákia megkérdezése nélkül mennek bele abba az egyességbe, hogy Németország visszakapja ugye a szudéta vidéket. De ugye Németország okos, nem akar egyedül részt venni ebbe a dologba, hanem meglovagolja azt, hogy Magyarországnak is kellene, ott magyarok élnek ugye a Felvidéken, tehát akkor Magyarországot is vonjuk be ebbe a tárgyalásba, nagyobb érv a nyugat felé. Sőt, még ugye a lengyelek is jelentkeznek, ugye itt északon van egy kis terület, ahol lengyel nemzetiségek élnek, és gyakorlatilag Csehszlovákia feldarabolását
Németország, Magyarország és Lengyelország közösen hajtja végre. És mindez ugye a trianoni békét, vagyis a párizsi környéki békék gyengeségét lovagolja meg. Ezzel gyakorlatilag sikerül Európa közepén kiiktatni Németország szempontjából az egyik veszélyes ellenfelet, Csehszlovákiát. Csehszlovákiának remek hadipara volt, és ugye itt a német határ mentén egy olyan erődvonal épült ki, amit Németország a saját katonaerejével nem lett volna képes áttörni. Plusz még ugye, hogyha ott van nyugaton Franciaország és Anglia, akkor valószínűleg Németország nem kezdhet bele egy háborúban. Tehát ha Csehszlovákiát sikerült kiiktatni itt középen, akkor egy olyan űr keletkezett, ami aztán utána egy olyan rés keletkezett, amiben aztán utána be tud nyomulni Németország. Ugye mi történik? Létrejön egy rövid időre egy kis Csehszlovákia, vagy egy kis Csehország. Szlovákok ugye elszakadnak ettől a csehektől, és ugye 1939-ben Magyarország jelentkezik, hogy a Kárpátalját is szeretné visszakapni. Ugye ebbe Szlovákia nem akar belemenni, a tárgyalások sikertelenek maradnak, és egy rövid kis szlovák-magyar háború után, vagy fegyveres konfliktus után sikerül megszerezni Magyarországnak, Magyar Királyságnak Kárpátalját is. Ez egy elég jó siker a Magyar Honvédség, Magyar Királyi Honvédségnek. Tehát az a Magyar Királyi Honvédség, amely gyakorlatilag a Trianontól kezdve folyamatosan készül arra, hogy majd fegyveresen szerezzük vissza az elcsatolt területeket, az itt érje el az első sikerét. De azért gondoljunk bele abba, hogy 1920-tól, de inkább 32-től kezdve a magyar ipar, a magyar gazdaság termésének jelentős része ment a hadipar fenntartására és a hadsereg fejlesztésére. Magyarország, hogy összehasonlítjuk a mostani viszonyokkal, ugye most is egy haderőfejlesztést élünk meg, ugye ezt a Zrínyi 2026, tehát 2026-ig tartó fejlesztés 3600 milliárd forint elköltését. Na de annak idején, és ahhoz képest ugye mi lesz? Lesz 40 harckocsink, meg helikoptereink, meg kézifegyver, meg egyéb, ami biztos nagyon jó lesz. Na de annak idején a kézifegyvergyártás az triviális volt Magyarországon. Tehát a Csepelen, a Weissmantville gyártották a Maliher puskákat, 35 mintai puskákat, ismétlő fegyvereket. De volt magyar harckocsi gyártás, nem is akármilyen. Ugye a Toldi, a Turán, Nimród, Zrínyi, tehát harcjármű fejlesztés volt, repülőgépgyártás volt Magyarország, nem külföldről vásároltuk. És csak azért mondom, most nem azért mondom, hogy kezdjünk el húrázni, hogy annak idején milyen nagyok voltunk, hanem az, hogy ez micsoda pénz lehetett annak idején. Tehát micsoda erőfeszítés, micsoda ráfordítás volt az országtól, hogy fölépítse ezt a hadsereget. És ugye az első sikerét eléri a Kárpátalján ez a hadsereg. És ugye ezen a 39-es sikeren fölbátorodva utána jelentkezünk ugye a románokkal szembe, hogy akkor szeretnénk visszakapni ugye Erdélyt is. Csak hogy ugye mi történik közben? Tehát ugye itt tartunk a Kárpátaljánál, közben még 1939-ben ugye Molotov-Ribbentrop paktum kapcsán ugye a Szovjetunió és Németország egyezményt köt. Zseniális a német politika, hiszen nem elég az, hogy azon, arra törekszik Németország, hogy kiiktassa ezt az államcsoportot, ami az ő hátában a franciákkal szemben ott áll készen, hogy esetleg ha támadást indít ugye Franciaország ellen, akkor ők is belépjenek a háború segítség. Nem elég az, hogy kiiktatja őket, hanem még ez a Szovjetuniót is meg tudja nyerni. Tehát közösen szedik szét ezeket az országokat. És ebben a Szovjetunió is partner. A Szovjetunió szeretné visszakapni azokat a területeket, amiket annak idején a cári birodalom birtokolt. Ugye mi történik? A Molotov-Ribbentrop paktum megállapodnak abba, hogy Németország támogatja a Szovjetuniót abban, hogy Romániától Moldvát és tehát hogy Moldvát megszerezzék, visszakérjék. Ez egyszerűen egy diplomáciai jegyzékváltás, a Szovjetuniótól írnak egy levelet a román minisztér vagy miniszterelnöknek, az államvezetésnek, hogy amikor Románia megszerezte Oroszországtól ezt a területet, akkor Oroszország vagy a Szovjetunió gyenge volt. Most a Szovjetunió erős, úgyhogy adják vissza, és visszaadják ezt a területet. Tehát a Szovjetunió szerez egy területet itt. Aztán utána ugye jön 39. szeptember 1-e, ugye megindul a német támadás elsőjén,
és így a 17-én belép a Szovjetunió is, tehát még ha esetleg Lengyelországnak lenne esélye arra, hogy ellenálljon a németeknek, akkor sincs esélye, hiszen Kelet-Lengyelországba hiába vonul vissza a lengyel hadseregnek egy jelentős része, az azt megszálló szovjet erők, azok felszabadítják őket, hogy úgy mondjam. Ugye a Katyinba utána meglátszik, hogy mit ér az egész felszabadítás. A szovjetek megoldották ezt a dolgot, akik potenciálisan egy ellenzéket, egy, hogy mondják azt, tehát egy felszabadító hadsereget, vagy egy ellenzéki hadsereget tudtak volna lengyel szabadság érdekében alakítani Kelet-Lengyelországba, őket nagy részét ugye lemészárolják a katyini erdőbe. Tehát közösen ugye megszállják Lengyelországot. Most Lengyelországról ugye még korábban, ugye a rendszerváltás előtt ugye divat volt az, hogy Lengyelországot sajnáltuk. Mert hogy a gonosz Németország a harckocsikkal megtámadta a lengyeleket, és hogy a lengyelek meg lovakkal próbáltak ellenállni a német harckocsiknak, és micsoda kétségbeesett küzdelmet folytattak. Ez igaz részben. A lovakkal való harckocsi támadás az nem teljesen igaz, az egy propaganda felvétel, bár hozzá kell, hogy tegyem, hogy itt van ugye a Tibor huszárként. Magyar huszárok voltak, amikor megtámadták a szovjet hát páncélos köteléket, ugye ott a debreceni páncélos csata a környékén. Tehát ez se egy olyan kuriózum, hogy lovakkal támadunk harckocsira. Természetesen nem a lovakkal akarták letaposni a harckocsit, más volt a felhasználása. Tehát ez a bizonyos Lengyelország, amit megtámad Németország, az nem egy gyenge ország. Sőt, akkori Kelet-Európának az egyik katonai hatalma Lengyelország. Ugye Piłsudski marsall vezetésével egy katona állam létezik. Amihez hozzátartozik az, hogy azért sikerül valószínűleg legyőzni, mert egy kordon hadászatot folytatnak. Tehát a rendelkezésre álló erők azok megpróbálják a támadót föltartóztatni a határnál, a lengyel határnál. Közben az ország belsejében megindul a mozgósítás, és a mozgósított hadsereg az, amelyik teljes erővel tud belépni a háborúba. De ahhoz, hogy ez a mozgósítás végre lehessen hajtani, abból bekalkulálták a lengyelek azt, hogy majd a franciák meg az angolok belépnek a háborúba. A két oldalú támadás rákényszerítette volna Németországot arra, hogy nem tudja a teljes erőt alkalmazni Lengyelországgal szemben. Ezzel szemben ugye mi történik? Hát ahhoz képest, hogy a franciák ott adopták ugye Csehszlovákiát a németeknek, mikor megtámadja Lengyelországot Németország, akkor ugye a furcsa háborút képviselik, csak fölvonulnak a határa, nem lépnek be a háborúba, tehát gyakorlatilag Németország büntetlenül, bántatlanul elfoglalhatja Lengyelországot, ugye másik oldalról pedig a Szovjetunió. Ugye a Szovjetunió is fölbátorodik. 39. novemberében megtámadja Finnországot. Itt elég komoly kudarc éri a szovjeteket, de ettől függetlenül ugye 40-ben, miután a németek ugye megtámadják Franciaországot, a balti köztársaságot csatolja vissza ugye a Szovjetunió. És ugye visszaértünk oda, ahol ezt az egészet elindítottam, tehát ugye 40-ben Moldvát és Bukovinát szerzi meg a Szovjetuniótól, Szovjetunió a románoktól, és ugye ezen fölbátorodva Magyarország, bár a Szovjetunió ugye üzenetet küld a magyar politikai vezetésnek, hogy Moldvával kapcsolatban támogatná a Szovjetunió azt, hogyha Magyarország pedig föllépne Erdély megszerzése érdekében, ugye Horthy ezt nem fogadja, vannak akkor ilyen kapcsolatfelvételi kísérletek a Szovjetuniótól, tehát hogy ideadják, visszaadják a 48-as zászlókat, hogy itt vannak a kiállításon, ipari kiállításon egy pavilonnal, tehát vannak ilyen közeledési kísérletek. Horthy nem akar a szovjetekkel együtt fölépni ebbe, hiszen elkötelezte már Németország mellett magát, bár igazából ez különösebben semmibe se hátráltatná, hiszen Kelet-Európa újra felosztása az szovjet és német együttműködéssel történik. Sőt, ugye addig megy ez, hogy a Szovjetunió leállítja Nyugat-Európában, meg Németországban is a kommunista szervezeteknek a működését, hiszen Németország és a Szovjetunió között barátság van, ugye a Molotov-Ribbentrop-paktum értelmében. Na, tehát 1940-ben ugye Magyarország elhatározza azt, hogy katonai erővel szerzi vissza Erdélyt. Ugye elkezdődik a mozgósítás, a magyar hadseregnek megkezdődik a fölvonultatása a román határa, és így Románia is mozgósít. Most mivel járt volna ez a harc? Én sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg hát nem sok sikerrel Magyarország számára. Tehát lehet, hogy elvesztettük volna megint a Tiszáig területünket. Hiszen Németország jóval erősebb hadsereggel rendelkezett, mint Magyarország, de bíztunk abban, hogy a németeket kész helyzet elé fogjuk állítani, még pedig azért, mert akkor már nem volt titok az, hogy
Nyugat-Európa elfoglalása után Németország készül kelet felé. És nyilvánvaló dolog, hogy Németország nem hagyhatja azt, hogy a legfontosabb szövetségese, Románia, az éppen Magyarországgal harcoljon egymás ellen abban az időszakban, amikor ő a keleti régióban kezdi fölvonultatni a seregét. Tehát gyakorlatilag az, hogy a második bécsi döntés, ugye az első bécsi döntés az igazából Münchenbe kezdődött, és aztán utána Bécsbe született meg a döntés, tehát a második bécsi döntés az már csak olasz-német közleműködéssel történik, Romániát rákényszerítik arra, hogy adja át Észak-Erdélyt. De ez elsősorban azt a célt szolgálta, hogy Magyarországot lecsillapítsák. Tehát, hogy ne legyen háború a két ország között. De ugye mondtam azt, hogy valószínűleg a románok, hát nem, hogy győztek volna ebben a háborúban, de erősebbek lettek volna, de akkor is komoly veszteségeket jelentett volna mind a két fél számára, akik egyaránt szövetségesei Németországnak. És ugye mondtam azt, hogy Németország számára Románia a fontosabb szövetséges, ennek ellenére ugye láthatjuk, hogy Románia mégiscsak ugye elveszti Moldvát, aztán Magyarország megkapja ugye Észak-Erdélyt, kb. 1 millió román állampolgára lett gazdagabb akkor Magyarország, valamint ugye német nyomásra vissza kell, hogy adják Bulgáriának Dél-Dobrudzsát is. Tehát Románia szinte végig itt 1940-ben igen komoly területi veszteséget szenved el. Ugye mi ennek az oka? Megint azt mondom, hogy zseniális a német politika. Ugyanis beígérik a románoknak, hogy ha megindulunk kelet felé, és a román hadsereg is ott lesz, egyébként két hadsereg, akkor majd innen az ukrán területekről kárpotoljuk Romániát. És románok rendkívül lelkesen harcolnak itt a dél hadsereg csoporttal Donyecz medence felé, tehát románok nagyon keményen ott vannak. És ugye végső felvonása ennek a játéknak az, hogy Németország ugye elfoglalja Görögországot, előtte még ugye vonakodó Jugoszláviát, Jugoszlávia feldarabolása is sor kerül, ugye, amiben a Magyar Királyi Honvédség is részt vesz. Itt már az egész hadsereg mozgósítására sor kerül. Az is igaz, hát ezt láthatjuk, ugye, hogy ez gyakorlatilag április 6 és 17-e között történt, mire a magyar hadsereg megkezdi a támadást, ugye Újvidék felé, addigra már a németek Bácskában is és nyugaton is előre haladtak, már áttörték a jugoszláv erődvonalat, tehát igazából komoly ellenállást nem kellett legyőzni ennek a támadásnak során. És ugye eljutunk 1941. júniusába, amikor ugye június 22-én Németország megtámadja a Szovjetuniót. Na most ugye ott van az érdekes kérdés, hogy míg Romániát Németország felkéri arra, hogy vegyenek részt a Szovjetunió megtámadásába, míg Szlovákia egy hadtester képviselteti magát ebben a háborúba, addig Horthy nem kap felkérést arra, hogy Magyarország vegyen részt a szovjetuniói háborúba, nincs szükség kvázi a magyarokra. Valószínűleg egyébként ennek az az oka, hogy sokkal fontosabb az, hogy a románok részt vegyenek ebben a háborúban. Hitler nem akarja élezni ezt a feszültséget, hogy magyarok is, románok is. Meg ugye ezzel meg lehet lebegtetni a románok előtt azt, hogy nem csak keletről kaptok területet, hanem esetleg, hogyha jól szerepeltek, akkor még Észak-Erdélyt is ugye visszakaphatják. És ugye ott van 1941. júniusában Magyarország, hogy mit kéne csinálni, ugye, hogy kéne részt venni ebbe az egész dologba. Ugye ezen itt láthatjuk azt, hogy Romániát milyen területi veszteségek érték. Ugye, azért látszik, hogy elég komolyan. Tehát nekik is egy ilyen, itt 1941 egy ilyen kis trianon volt Romániának, és meg kell, hogy mondjam, hogy az egész komolyan vesztettek el román nemzetiségű lakosságot is. Tehát volt román trianon is, mondhatom. De nem vagyok román ügynök, tehát most nehogy azt gondolják itt rólam. Tehát június 26-a Magyarország hadba lépése. Ugye tudjuk, hogy Kassa bombázása zajlott ezen a napon, és azóta is vitatott az, hogy kik bombázták Kassát. Nyilvánvaló dolog, hogy ma itt Esztergomba, a Laskai Josvát antikvárium, nem fogok választ adni arra a kérdésre, hogy kik bombázták Kassát. Nálam sokkal avatottabb emberek foglalkoztak ezzel a kérdéssel. Gyájtak felségjelzés nélküli gépek hajtottak végre Kassán egy bombázást, valamint Rahó térségéből ugye egy vonatot megtámadtak, tehát végiggépuskáztak repülőgépek. Az biztos, hogy ugye kinek lehetett érdeke Magyarország hadba léptetése? Hát például a románoknak.
Ugye miért? Ugye azért, mert a románok hát kedvel mentek a szovjetuniai támadásba, de a szemük az hátrafele nézett, hogy az egész magyar hadsereg meg otthon marad. Az, akik 1940 meg akarták támadni Romániát, sőt közben ugye Észak-Erdélyen még egy hosszabb határszakaszhoz jutott Magyarország, tehát gyakorlatilag nem lett volna komoly feladat még a honvédség részére se az, hogy a keleti határ, tehát Románia nyugati határától egészen Észak-Erdélyből indítva egy támadással birtokba vegye Erdélyt egészen a Kárpátokig. Tehát ez egy, nem lett volna egy bonyolult katonai művelet. Tehát a románoknak elvileg érdekükbe állt volna az, hogy a magyar hadsereg se maradjon otthon. Lehettek a németek. Bár én azt mondom egyébként, hogy a németek, ha akarták volna azt, hogy Magyarország belépjen a háborúba, akkor egyszerűen üzennek Hortinak, hogy szívesen látják őket is a déli hadseregcsoportba. Tehát valószínűleg a németek annyira nem. Na, azt gondolom, hogy hát még lehettek esetleg a szlovákok. Bár a szlovákok ugye Kárpátalja visszaszerzése után, hát ki tudja. Elvileg Magyarország megszállhatta volna a Szlovákiát is, bár ott már ugye területi területszerzés lett volna elsősorban a cél, hiszen a szlovák lakosság volt többnyire. Tehát, hogy kik lehettek? Én azt gondolom, hogy nem szabad elvetni azt, hogy valóban a szovjetek voltak. És ugye hoztam itt egy-két kis idézetet, hogy érdekes módon 1941. június 26-án a szovjet részről nagyon aktív volt a légi tevékenység, meg a szárazföldi tevékenység is ebben a térségben. Tehát ugye 22-én támadta meg Németország a Szovjetuniót, 26-ára gyűjtött annyi erőt a szovjet légierő is, hogy csapást indította Romániába ugye a ploiești olajmezők Bukarest ellen, valamint ugye a Duna deltába egy szovjet tengerészgyalogos csoport még Kilia városát el is foglalta. Tehát megindul egyfajta szovjet támadás, plusz ugye ezen a napon még Finnország ellen is indítanak támadást szovjet repülőgépek. Tehát 26-án nem csak pár repülőgép kószáltott Kassa környékén, akik éppen bombázgattak, hanem a térségben gyakorlatilag a szovjet légierőnek nagyon aktív tevékenysége folyt. Tehát nem kizárt az, hogy szovjetek voltak, hiszen hadban álltak Romániával, ugye korábban Rahó térsége az Romániához tartozott, és ugye Kassa pedig ugye a Kárpátaljaként Szlovákiához, de az a Szlovákia, amelyik szintén hadban állt akkor a Szovjetunióval. Tehát, és ugye tekintve azt, hogy mekkora ország, mennyire akadályozott volt a hírközlés abban az időszakban, hogy a támadás megindulása után, nem kizárta az, hogy a korábban már rögzített célpontok ellen indítottak, egy kassai célpont ellen indított támadást a hadban álló Szlovákia, feltétele Szlovákia ellen a szovjet légierő. Tehát lehettek a szovjetek is. Mindenesetre az tény, hogy ez egy jó indok volt arra, hogy belépjünk a háborúba, és az eladásom elején mondtam azt, hogy ma nem úgy gondolkodunk, mint 1942, nem is úgy, mint 1941-ben. Tehát 1941-ben túl voltak az emberek a csodákon. Tehát egy olyan kis ország, egy Németország, akit a Párizs környéki békék szintén porba sújtottak, mint Magyarországot, ahol egy anarchia uralkodott ugye a 20-as években. Bandák garázdálkodtak az utcán, baloldaliak, szélső jobboldaliak csaptak össze. Utána jön egy kancellár, ugye, aki fölemeli a porból ezt az országot, újjáépíti a hadiparát. Ha nem véletlen az, hogy Magyarország többségében olasz haditechnikával rendelkezett, hiszen a 30-as évek elején az olasz haditechnika volt az, amik a csúcs volt Európában. A legjobb az olasz hadipar volt. Ehhez képest a német hadipar az egy pillanat alatt felnőtt, nem szállítottak külföldre, mert el kellett látni a saját hadseregüket. Tehát megdöbbentő volt az, hogy ahol 4 éven keresztül emberek százezre milliói estek el a nyugati fronton, azt Németország ugye egy hónap alatt elfoglalja. Franciaországot térdre kényszeríti. Sőt, ugye egész Európát elfoglalják. Tehát ez hihetetlen volt akkor. És ugye egyértelműen látszott az, hogy a Szovjetunió, főleg mivel a finnországi támadásban ugye az ott oda küldött magyar csoporttól hát első kézből származó értesülések voltak arról Magyarország, hogy a szovjet hadsereg mennyire szervezetlen, meg mennyire járatlan ugye a haditevékenységbe. Tehát senki se gondolta volna azt, hogy a szovjetek képesek lesznek ezt a német hadsereget megállítani. Tehát egyértelmű volt az, hogy ebben a háborúban részt kell vennünk, hát ott kell lennünk. És nem akarok, persze veszi a mikrofon,
de mindig nehéz megítélni az aktuál politikai helyzetet, hogy mibe kell részt venni és hol kell lenni. Majd lehet, hogy 100 év múlva azt fogjuk mondani, hogy NATO, úristen, micsoda egy döntés volt. Hogy Afganisztánba katonákat küldtünk. Jézus Mária. Vagy mi lesz, mondjuk mit, hogyha biztonságban, tehát ott a Kurdföldön biztonságban lévő, Irakban biztonságban lévő katonáinkkal valami történik. Akkor lehet, hogy 10 nap múlva már azt mondjuk, hogy micsoda egy döntés volt. Tehát 1941. júniusában egyértelműen látszott, hogy nekünk ebben a háborúban részt kell venni. Ez a magyar politikai érdeke. Tehát valamit kell csinálni. Ugye beléptünk a háborúba, és a gyors hadtestet és a Kárpát csoportot kiküldtük, még itt nem tartunk, tehát kiküldtük, ugye dél hadsereg csoporttal együtt egy támadást indítottunk a Szovjetun ellen, hadat üzentünk neki, és támadást indítottunk a Szovjetun ellen. A Kárpát csoport és a gyors hadtest bevetése ahhoz képest, hogy ez gyakorlatilag ugye novemberben visszahozzák őket, egy sikerélményként könyveli el a magyar hadsereg. Igaz, hogy a németek szempontjából ez nem volt akkora siker. Tehát ez egy leharcolódott magyar kötelék volt. Katonáink nagyon lelkesek voltak, végre megpróbálták magukat a harcban, tényleg sikereket értek a németek oldalán. Az biztos, hogy amikor meglátták a németek, hogy első vonalban a huszárokat, akkor nem tudtak mit kezdeni, hogy most lovasság itt tényleg a német tankok mellett, most ez mi? Ugye, tehát ez már akkor kicsit idejét múlt volt. Ettől függetlenül mindebből azt akarom kihozni, hogy 1941-ben az első részvételünk a szovjetuniai támadásban az egy sikerélmény volt a magyar honvédség számára. Tehát nem egy kudarc. Nem úgy jöttek haza a katonáink onnan, hogy Jézusom, keletre, semmi esetre se. És ugye itt jön a szovjetuniai háborúnak a másik kérdése, hogy a magyar katona szempontjából ugye mit jelentett a szovjetuniai harc, a háború. Sajnos a 45 utáni időszakban azért belesújkolták az emberekbe, hogy a Szovjetunió volt a jó. És egyébként azt kell, hogy mondtam most már teljesen mindegy rendszerváltás után is, hogy az első világháborúban valóban a Szovjetunió volt a jó. Meg a szövetséges hatalmak. Tehát ha bárki itt ugye megint előhozza ezt, hogy mi ott a bolsevik szörnyeteg ellen harcoltunk meg minden, nem, Németország volt a rossz. Higgyék el. Tehát akik végrehajtották a holokausztot, most nem akarok ebbe a kérdésbe belemenni, az nem lehet jó, ahol a saját állampolgárokat semmisít meg egy-egy állam. És az akár történhet Kambodzsában, akár történhet a Szovjetunióban, akár Németországban, nem jó. A szovjetek a saját országokat védték, tehát az ő háborúk volt igazságos. Tehát ezek olyan törvényszerűségek, amiket nem lehet átlépni. Tehát most teljesen mindegy, hogy rendszerváltás volt Magyarországon. Németek nem lettek jók. Nem kell emlékművet állítani a budai hegyekbe az SS hadosztályoknak, mert nem voltak jók. Az SS nem volt jó, nem voltak hősök. Hiába harcoltak, nagyon jó katonák voltak. Nem voltak hősök. Na visszatérve, tehát ide, a keleti fronthoz. Tehát milyen volt a magyar katona hozzáállása a szovjetekhez? Magyarországon hagyományai vannak az oroszok elleni háborúnak. 1849-ben harcoltunk az oroszok ellen, 1914-15-ben harcoltunk az oroszok ellen. Az, hogy 19-ben volt egy fölvillanás, hogy majd jönnek keletről, Ukrajna föl, és akkor a tanácsköztársak tovább él. Senki se vette teljesen komolyan ezt a dolgot. Tehát gyakorlatilag a magyar átlagember, magyar katona számára az, hogy Oroszországba kell menni harcolni, az egy magától értetődő dolog volt. Ki az ellenség, az orosz. Tehát ez nem volt meglepő a magyar katona számára, hogy neki orosz volt. Nem voltak fenntartásai. Tehát az, amikor előjön a másik magyar hadsereggel kapcsolatban, hogy mentek ki a katonák ugye az orosz ellen harcolni, de az egyszerű emberek nem akartak az oroszok ellen harcolni, nem a francot nem akartak harcolni. Miért nem akartak volna harcolni? Hát katonák bevonultatták őket, Magyarország a toppon volt, a csúcson volt, visszaszereztük a területeknek a jelentős részét, és egy nyertes háborúba vettünk részt. Most is éppen a győztesek oldalán vagyunk egyébként, és büszkék vagyunk rá. Na és ugye így jutunk 1942-höz, hogy amikor Moszkva alatt ugye a német hadsereget sikerül a szovjeteknek megállítani, de ez még nem a német hadsereg veresége, hanem egyszerűen 1942-ben áthelyezik a támadás főirányát délre. Ugye mi ennek az oka? Ugye egyrészt azért, mert
szeretnének kijutni a Kaukázusba. Mit jelent a Kaukázus? Egyrészt ugye a üzemanyag ellátását a szovjet hadseregnek is, meg ha megszerzik a német hadseregnek is. Másrészt a Kaukázustól délre van Irán. Irán egy nagyon fontos pontja a második világháborúnak, ugyanis az angol és a szovjet szállítási vonalak Iránba találkoznak. Tehát a második világháború Iránt a Szovjetunió és Anglia közösen szállja meg. Ott vannak azok az átrakó állomások, ahol a fegyver jelentős részét átrakják. Ugye nem csak az északi tengeren szállítottak fegyvert és felszerelést, hanem Iránon keresztül. Másrészt Irán olajából is kapott a Szovjetunió is. Tehát nagyon fontos utánpótlási ütőér gyakorlatilag a Volga vonala északi irányba. Tehát ha a német hadseregnek sikerül elvágni ezt az ütőeret, akkor jelentősen sikerül meggyengíteni a Szovjetuniót. Tehát a főcsapás átkerült délre. De a német hadseregnek szüksége volt újabb erőkre, hiszen egyre inkább szétnyílott a front. Tehát megjelennek ugye Magyarországon, és az egész magyar haderőnek a kiküldését követelik. Csak hogy ugye mi van a magyar politikai vezetésnek a fejébe. Nekünk az elsődleges célunk az, hogy kivárjuk azt a pillanatot, amikor a románok annyira meggyengülnek, hogy meg lehet Romániát támadni. Tehát az elsődleges cél továbbra is Dél-Erdélynek a megszerzése. Tehát nincs igazából, tisztában vagyunk azzal, hogy mi nem románok vagyunk, akinek majd kelet, vagy mint Ukrajnából kapunk, adnak területeket. Nekünk már nincs kelet felé területszerzési célunk. Tehát a Donnál valószínűleg nem lesz magyar gyarmat. Nekünk Dél-Erdélyt kell megszerezni. De nem lehet a németeknek nemet mondani. És ugye ekkor jön az alkudozás, hogy először az egész hadsereget szeretnék, utána a kétharmadát, végül sikerül lealkudni egyharmadra. Ugye három hadserege van akkor a Magyar Királyi Honvédségnek, tehát egy hadsereg kiküldését vállalja Horthy. Most hogyan történik ennek a hadseregnek a kiküldése? Ugye egy 1985-ben megjelent cikk Szabó Péter tollából a hadtörténelmi közleményekbe, ugye ahol idézi Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek egy bizalmas parancsát. Érdemes elolvasni, tehát itt van, hogy a rendelkezésre álló eszközöknek a legjobbját gyűjtik össze ahhoz, hogy a második magyar hadsereget felszereljék. Tehát ez 1942-ben született ez a 42. április 14-én kiadott bizalmas parancs. Tehát nem a sajtónak szól, nem most írta valaki, ezt akkor írták, ez az igazságot tartalmazza. Tehát a legjobban igyekeznek felszerelni, tisztában vannak azzal, hogy a keleti fronton mi várhat a honvédeinkre, együtt kell harcolni a német hadsereggel, a szovjetekkel szembe. Tehát a legjobb felszerelést kapták. Na csak hogy, ugye Magyarországnak annak idején a hadipari termelés ellenére is csak a hadsereg kétharmadát sikerült teljes mértékben fölfegyverezni. Ez azt jelenti, hogy két hadseregre való fegyverzetünk volt. Most abból a két hadseregnyi anyagból összegyűjtötték a legjobbat, és azt megkapta egy hadsereg, tehát gyakorlatilag egy hadseregre való anyag maradt itthon 1942-ben. 42 van még, tehát arról beszélünk még 42-ről. De a páncélos technikát nem lehet itthon tartani. Ahhoz ragaszkodnak a németek. Annak idején, meg most is az elsődleges támadó fegyver az a páncélos. Tehát azzal, hogy kiviszik a frontra az első páncélos hadosztályt, azzal megfosztották Magyarországot attól, hogy támadást indítson a románokkal szemben. Tehát ez a német részről is egy egész jó taktika volt, egy jó biztonsági intézkedés. Tehát a legjobb fegyverzetet kapják. Na most a másik, ami időnként találkozunk ezzel a nézettel, hogy ellenben ugye Horthyék furfangosan hát egy hadsereget küldtek ki, de ugye ez a hadsereg ez könnyű hadosztályokból állt, ami 2000-es volt, tehát hogy igazából mi ugye ez a hadosztályok általában 3000-et szoktak tartalmazni, tehát csak kétharmada volt egy valóságos hadseregnek. Tehát, hogy ez egy ilyen magyar furfang, hogy egy hadseregre lealkuttuk, ugye, amit a németeknek adunk, de még azt is csökkentettük. És ugye a háttérben ott van az a gondolat, hogy benne volt a vezetésben, hogy ezt a hadsereget, ezt áldozatnak dobják úgyis oda a németeknek, tehát, hogy lehetőleg minél kevesebbet küldjünk a frontra. Na, ez jó hangzik, de a valóságban nem igaz. Ugyanis a megoldás az a magyar mozgósítási rendszerben van. Amikor Trianonban elrendelték, vagy hát előírták azt, hogy 35 ezer fős hadsereget állíthatunk fel, ugye a 35 ezer főt azt el lehet osztani többféleképpen. Mondjuk lehetne belőle csinálni két hadtestet például. Ugye egy hadsereg, két hadtestel.
De Magyarországon hagyományosan 7 katonai körzet volt. Na most a 7 katonai körzetet nem akarták ebek 30-odjára hagyni, hiszen ott már megvolt a bejátszott rendszer a mozgósításnak, még a titokban is megmarad ez a rendszer, hiszen nem hivatalosan nem létezhetett, de megtartották az eredeti kiegészítési körzeteket, azt a 7 körzetet, és mindegyik kiegészítési körzetben létrehoztak egy, vagy katonai körzetben létrehoztak egy vegyes dandárt. Ugye a vegyes dandár azt jelenti, hogy több mint egy ezred, de kevesebb, mint egy hadosztály, és ugye azért vegyes, mert már minden fegyver nem jelen van benne. Tehát ezek a vegyes dandárok tartalmaztak gyalogságot, tüzérséget, lovasságot, meg még kerékpárosok is voltak benne. A páncélos, majd később fölálló páncélosárok azok külön voltak véve ettől a rendszertől. Tehát ez gyakorlatilag a magának a hadseregnek a bázisa volt. Na most a vegyes dandárokon belül 3 ezred volt. Amik közül békébe egy ezred létezett, de kettőnek megvolt a törzse, vagy mit tenni, legalábbis a zöme, tehát azokat föl lehetett tölteni, ha felriasztás volt. Gyakorlatilag, hogyha beindul a mozgósítás, akkor első lépcsőben a vegyes dandárokon belül feltöltik mind a 3 ezredet, és utána, szinte ezzel egy időben ezek az ezredek, azok ikreződnek. Az ikreződés azt jelenti, hogy az ezred teljes mértékben megfeleződik, és 2 új ezred áll föl. Amikor a Donkanyeri akcióra sor kerül, akkor éppen már az volt a rendszer, mivel megszaporodtak ugye a terület visszacsatolás miatt az ezredeknek a száma, akkor az volt a rendszer, hogy az alap, tehát a békében fönnálló ezred, az kapott egy számot, mondjuk mit tudom, 2-es ezred, az iker ezred az meg 30-al nagyobb számot kapott, ugye 30 ezred volt akkor rendelkezésre, tehát az meg a 30-al többet, az meg a 32. ezred lett. Vagy például az esztergomiak, ahol harcoltak ugye a komáromiaknál, a 22-es gyalog ezred, annak az iker ezred az 52-es gyalog ezred lesz. Tehát ez gyakorlatilag a 22-es meg az 52-es az ugyanaz az ezred, csak ikreződve. Na de, hogy jön ki utána ebből az egészből ugye ez a rendszer? Hát ikreződnek az ezredek, azokból lesznek a 2 ezredből, tehát az ikreződött ezredből lesz gyalogdandár, és hogyha kiszámoljuk, akkor gyakorlatilag az vegyes dandárba ugye a 3 ezredből lesz ikreződés után 3 gyalogdandár. A gyalogdandárok így már alkotnak a vegyes dandár helyett egy 6 testet, ugye az lesz 6 test, és a 2 gyalogdandáros vagyis a 2 ezredből álló gyalogdandár, az pedig átalakul könnyű hadosztályá. Lényeg, hogy az, hogy könnyű hadosztályok mennek ki a II. Magyar Hadsereggel, az nem 1942-ben kitalált furfang volt, hanem ez volt a Magyar Honvédségnek a mozgósítási rendszere. Az már egy más kérdés, hogy Horthyék tisztában voltak azzal, hogy a német hadseregek azok 3 ezredből álló hadosztályokkal vannak ellátva, és ugye hadosztályokat számoltak általában. Jó mutatott az, hogy küldünk a frontra gyakorlatilag 9 hadosztályt, ami valójában csak 6 hadosztálynak megfelelő erőt jelentett. Na de 42 tavaszán még úgy nézett ki, hogy pár hónap és eljutunk az Urálhoz. Ugye a németek nem akarták elfoglalni egész Szibériát, hanem kijutnak az Urálhoz, ott megállnak, birtokbevett területet megszervezik, és kész. Aztán maradhatnak az oroszok Szibériába az ural mögött. Na, tehát ez nem furfang volt, ez volt a magyar mozgósításnak a rendszere. Tehát így állt föl a hadsereg. És a első hadsereg is, meg a harmadik is, hasonlóképpen. Ellenben volt egy olyan szempont, hogy a második magyar hadsereg kiküldésével ne gyengítsék meg az országot. Tehát annak érdekében, hogy lehessen pótolni a tartalékosokból a második magyar hadsereget is, ha esetleg alkalom lesz a románok ellen megindulni. Úgy állították össze a második magyar hadsereget, hogy megmaradjon Magyarországon az árnyéka. Tehát ne hiányozzanak. Ugye ennek érdekében azt csinálták, hogy az ország egész területéről hívtak be katonákat egyenletesen. Ugye erre mondták aztán 40 után azt, hogy csak a szegény embereket hívták be. Hát Magyarországon a lakosság 75%-a mezőgazdasági munkából élt, hát kiket hívtak volna be? Másik az, hogy az iparban, a hadiparban ott dolgoztak a szakmunkások, hát azok gyártották a fegyvereket, mondtam, hogy nem volt elég fegyver. Hát azokat nem küldik ki a frontra, túl értékes volt hozzá.
Tehát az egész ország területéről. Ugye a sorállománynak a 20%-át nem haladták meg, de azt jelenti, hogy adott katonai körzetből a sorállomány 20%-át, tehát a fiatal korosztályt, akik a leghadrafoghatóbbak voltak, annak a 80%-a itt maradt Magyarországon. Mondtam azt, hogy maradjon itt ugye még a második magyar hadseregnek is az árnyéka, tehát bármikor föl lehessen állítani, hogyha kell. Ugye a tartalékállomány, tehát még kiképzett tartalékosoknak is csak a felét. És ugye a hiányzót az pedig a 35-40 éves póttartalékosokkal egészítették ki. Na, itt van az oka annak, hogy miért fáj nekünk annyira Trianon, vagy a Donkanyar. Mert családapák mentek el, sok gyerekkel, mert az egész országról hívtak be. És az egész országból behívottaknál mindig volt valaki rokon, aki ahonnan hiányzott. Ha ezt egy katonai körzetből letudják, a második magyar hadsereg, akkor az ország közepén, Budapest környékén fájna nagyon a második, a Doni tragédia. De így az egész országban fájt. Sőt, még a románoknak is fáj egyébként, mert abban az 1 millió románban is, akik Észak-Erdéllyel hozzánk csatoltak, onnan is hívtak be katonákat. Igaz, hogy ezeket általában ilyen fogatosoknak, meg kiszolgálónak használták, hiszen nem tudtak magyarul, sokszor még írni, olvasni se, na de ők is kim voltak, ők is szenvedtek ugyanúgy. Tehát így állt össze, így állt föl a második magyar hadsereg, így jutott ki a Donkanyarba, ahol aztán ugye a kezdeti időszakban, ahogy a kezdeti időszakban Kurszk térségébe történt, ugye a Tyin folyónál történt kirakás után, kb. 250 kilométeres lendületes előretéréssel jutottak el a Donkanyarhoz. 1942 nyarán a Magyar Királyi Honvédség rendkívül sikeresen harcolt a szovjet csapatokkal szembe. Ez az idézet, ez a Népszavából való. Olvassák el. A Népszavára nem lehet azt mondani, hogy szélső jobboldali lap, már annak idején se volt az. Általános volt a lelkesedés Magyarországon, a magyar katonák el akartak menni harcolni a keleti frontra, a bolsevizmus ellen, az orosz ellen. Ez egy győztes háború volt. Tehát az, hogy ilyen busongó, halálra vált katonákat odadobtunk áldozatként, akik nagy kényszeredetten mentek ki a Donkanyarba, és tudták azt, hogy ők itt meg fognak halni, ez nem igaz. Az én nagyapám az mesélt, hát próbált többször mesélni a Donkanyarról, de soha nem hallottam tőle azt, hogy milyen borzalmas, hogy minket oda küldtek. Inkább büszke volt arra, hogy géppuskás voltam, meg hogy harcoltunk az orosz ellen. Aztán meg visszajöttünk. Az biztos, hogy a hómező az más, tehát az a trauma, amit ott a katonáink átéltek, az borzalom. De 42 nyarán nem úgy mentek ki a katonák, hogy meghalni megyünk. Mohácsi csatában nem úgy vonultak a katonák, hogy Jézusom, mit fogunk majd meghalni, hanem győzni mentek. A katona által mindig győzni megy. Egyébként akkor nem megy. Na, röviden arról, hogy hogyan zajlottak a harcok. Tehát ugye 42 nyarán kiér a második magyar hadsereg a Donhoz. Egy vonalas védelmet építenek ki a Don partján. Ugye gyakorlatilag ez a 207 ezer fő, ez egy 200 kilométeres arcvonalat fogott le. A németek komolyan vették azt, hogy ez egy hadsereg, 200 kilométer, azt ennyi. Nem foglalkoztak vele, hogy ez körülbelül kétharmada a másiknak. Igaz, hogy voltak ígéretek, tehát nem volt elég páncéltörő fegyver, németektől kapunk, nem volt elég harckocsi, majd a németektől kapunk. Elég lesz a kétharmadnyi állomány, mert majd német alakulatok fognak itt közöttünk harcolni. Ezt így is hitték, csak hogy közben jött Sztálingrád. Elindult Sztálingrád, és egyszerűen szippantotta be az erőket a németek részéről. Úgyhogy a németek megpróbáltak minél jobban elvékonyítani azt a biztosítási vonalat, ami a szárnyakat biztosította gyakorlatilag itt a Volga déli részén és a Don partján. Ugye nem csak mi voltunk itt. Tehát itt voltak délebre tőlünk a 8. olasz hadsereg, Gariboldi tábornok vezetésével, még délebre ott volt egy román 3. hadsereg, tehát volt itt több nemzetiség a Donnál, a keleti fronton. Nyáron hídfő csaták zajlanak, tehát már akkor látszik, hogy a szovjetek nem akarják könnyen feladni ezt a területet. Urivnál van egy orosz hídfő, amit megtartanak, vagy egy szovjet hídfő, amit megpróbálnak megtartani. Aztán Korotojak és Csúcsje másik hídfő. Itt van talán Korotojak valahol itt a környéken. Mindegy, nem tudok olvasni most. Hol van? Nem, itt van Uriv, bocsánat. Aztán itt van Korotojak, ezt felszámolták még nyáron. És itt van Csúcsje. Igen, ezt megtartották a szovjetek, ezt a két hídfőt.
és ugye innen indul majd meg a támadás. Mindenesetre 1942 karácsonyán még magyar katonai csoportok vállalkozásokat indítanak a Don túlsó oldalán, és felszámolnak orosz támpontokat. Lelkesek. Tehát bíznak abban, hogy valami lesz, bár már azért tudják, hogy Sztálingrád környékén nincs éppen minden rendben. A novemberben megindul Sztálingrádnál a szovjet hadsereg áttörése, megkezdik a 6. hadseregnek, vagy a Paulusféle hadseregnek bekerítését, és aztán attól kezdve folyamatosan számolják föl a Volga és a Don partján lévő alakulatokat, amik a szárnybiztosítást végrehajtják. November közepén áttörik ugye az olasz és a románoknak a frontját, románok megkezdik a visszavonást, körülbelül 125 ezer román maradt ott a Donnál. Tehát komoly veszteséget szenvedett Románia is. Az olaszok frontját, ugye az olasz hadsereg, a 8. hadseregnek a frontvonalát azt december közepén törik át. Ott Garibaldi egy ideig föntartja a védelmet, aztán utána engedélyt kell a németektől visszavonulásra, meg is kapja ezt az engedélyt, ellenben a második hadseregnek a jobb szárnyát biztosító alpini hadtest az a helyén marad. Tehát ott még harcolnak az olaszok, ettől függetlenül az olaszok is körülbelül 70 ezer fős veszteséget szenvednek el, ugye ez egy hadseregük, és aztán utána menetrendszerűen ugye december vagy január 12-én megindul az Uribi hídfőből a szovjet támadás. Ezt követően ugye a Csúcsiai hídfőből megindul a támadás, valamint ugye itt az olasz arcvonal felől szintén egy összetartó csapással megkezdődik a szovjet támadás. Az esztergomiak azok itt északon voltak, tehát pont az Uribi áttöréstől északra, tehát annak a szárnyán állt a 6. könnyű hadosztály, a 22-es és az 52-es gyalogezreddel. Na, egy kicsit úgy kilépve ebből, az elején mondtam, hogy van egy személyes indítatásom, ugye sikerült eljutnom a Donkanyarba, még 2016-ban. Azt megelőzően is így katonaként, hadtörténészként többször felkértek arra, hogy a Donkanyarról tartsak emlékbeszédet vagy előadást. Megtartottam, elolvastam az ehhez szükséges szakirodalmat, de teljesen más az, amikor az ember eljut oda. Tehát ezekben az előadásaimban általában elmondtam azt, hogy a magyar katona teljesítette a kötelességét, borzalmas körülmények közé kerültek, a legjobb felszerelést kapták, de az is kevés volt oda. Tehát ezek tények. De megint más az, hogy az ember 2016-ban nyáron szerencsére elindul Esztergomból, és mintegy 2175 kilométeres út után megérkezik Voronyezsbe. Autóval voltunk ott két barátommal. Hát nem mertünk átmenni Ukrajnán. Tehát gyáva katona vagyok, bevallom ebből a szempontból. De hát ugye benn van itt az, hogy egy éjszakát biztos, hogy el kell tölteni útközben, és mondjuk mit egy román, egy ukrajnai autóparkolóban nem akartam szembenézni kalasnyikovokkal. Tehát jött az, hogy akkor menjünk Belarusián keresztül. Egyébként is annak idején arra mentek a katonavonatok, tehát ez még úgy bele is fért az egész dologba. De egy hajnali indulással délutánra értük el Brest alatt a Belarus határátkelő helyet, és aztán utána ezen az M10-es motor vagy autóúton haladtunk egészen az orosz határig. Ez egy nagyon hangulatos út egyébként, 500 km egyenes út, széles viszonylag, és körbe pedig mindenhol ilyen sík terület van. Ugye miket lát az ember? Ez a kocsink, amikor éppen indultunk még Sátoraljújhelyen. Tehát vagy nyírfák vannak mindenhol, településeken templomok, és mindenhol ilyen kék virágok voltak nyáron, és nagy síkság. Ugye Belarusziában körülbelül 300 méter a legmagasabb csúcs, tehát minden sík, és óriási erdőségek vannak. Később aztán a 19-es gyaloghadosztálya Donkanyar után az ott volt megszálló feladattal, tehát ott úgy ismernek bennünket azon a környéken. Nem álltunk meg, tehát barátkozni. Tehát haladtunk, elérkeztünk végül az orosz határhoz, ja, meg ugye telnek is voltak, nagy fű, meg minden. Elérkeztünk az orosz Belarus határhoz, és ugye úgy van Belarusia és Oroszország között a viszony, mint nálunk az Európai Unióban. Tehát nincs határ ellenőrzés gyakorlatilag. De az embernek kell venni Belarus vízumot ahhoz, hogy átutazhasson az országon. És abból két vízumot kell, hogyha kocsival megy, ugye egyszer oda, egyszer meg vissza. Na, de mivel két vízum van, egy papíron le kell pecsételni a határőrnek, hogy egyszer kiléptünk.
Ugye odaértünk a határa, a belorusz-orosz határa, amikor hajnali órákban. Nézett ránk a határőr, hát ugye nem találkoztunk útközben egyetlen egy külföldi autóval se, sőt az egész úton nem találkoztunk külföldi autóval. Tehát nézett ránk, mintha Holdról jöttünk volna, megnézte az útlevelünket. Azt mondta, hogy hát neki ezt, ő tudja, hogy neki ezt le kell pecsételni, de nincs pecsét. Mert itt a kamionok szoktak átlépni, tehát itt neki nincs pecsétje, de ezt le kell pecsételni, hát mondom, most akkor hogyan lesz ez az egész dolog? Hát ő úgy nem engedhet át. De mit csináljunk? Azt mondja, hogy menjünk vissza 14 kilométert, kanyarodjunk el balra, és utána menjünk 54 kilométert, és ott lesz egy határátkelő. Mondtam a fiúknak, mondom, nem biztos, hogy jól értettem, de valamennyit tudok oroszul, tehát most akkor ezt mondta, hát menjünk, induljunk el, mit tudunk csinálni, induljunk el. Tényleg visszamentünk, ott volt egy keresztelés, 14 kilométer után elindultunk, ilyen tanyák között, mellékutakon, 54 kilométer, tényleg egyszer egy völgyben ott volt egy kis határátkelő. Na, mondom, hát megérkeztünk ez a Kánaán, nem sokára Oroszországban leszünk. Ugye lementünk, barátságosan elbeszélgettünk a határőrrel, valami zászlós volt, elmesélt, hogy ő Magyarországon szolgált, Mezőkövesden, és hogy milyen szép emlékei vannak, és neki van pecsétje, oké, lepecsételte. Átléptünk másik oldalon, szintén ugye nagy tányérsapkás, zöld ruhás emberek, elbeszélgettünk, és akkor hát ilyen kérdezte a határőr, hogy Kudá, meg egyéb, mondtam, hogy hát Voronyezsbe, meg Jászám Vajenni, hát mondtam, Pákovnyik, harasó, és akkor beléptünk. És hogy megyünk tovább, hát mondom, gyerekek, Oroszországban vagyunk, eljutottunk egy kereszteződésbe, közben még egy fotó. Ja, itt még nem tartunk. De eljutottunk egy kereszteződésbe, ahol ilyen kiégett autók voltak, meg egy emlékmű. Igen. És akkor hát mondják a fiúk, hogy ez mi? Hát nem biztos, valami filmet forgattak, vagy valami, nem tudom, hát mi lehet. És akkor kanyarodott az út, és mentünk, és akkor ott volt egy újabb határátkelő, de már ilyen homokzsákokkal körbe rak, meg szöges zsolt, meg minden. Na, mi lehet ez? Oda megyünk, belépünk, hát kiderült, hogy jó lelkű belaruszok kiléptettek bennünket Ukrajnába, és mi Ukrajnából jövünk vissza Oroszországba. Ez azt jelentette, hogy 4 órát álltunk a határon, kitöltettek velem mindenféle blankettákat, elkezdtem kitölteni angol nyelvű űrlapot, és megmutattam a határnak, és azt mondta, hogy miért latin betűvel írom? Hát mondom, azért, mert hát angol nyelvű. Nem, cirillel. Hát mondom, nem tudom. Hát azt mondja, nem tudsz cirill betűvel írni? Hát nem tudom, megpróbáltam. Hát ha nem tudsz, akkor menj be nyugodtan az irodára, és ott megcsinálják neked. Természetesen mondtam, hogy nem, tudok írni. Hát kitöltöttem 2-szer, kipakoltatták az egész autót. Ott mászkált egy katona. Volt egy ilyen kópos, ilyen szlovák multivitamin ital a csomagok között, és azt nagyon nézte, és hogy ez micsoda, hát mondom neki, ez ilyen multivitamin ital, és ilyen testépítő gyerek volt. Ez finom? Mondom neki, hogy ja, hát ez finom. És mennyibe kerül egy ilyen? Hát mondta neki, hogy 1 euró körül van. Hú, és addig serpjön, mondom neki, figyelj, kóstold meg. De nem, mondom, vidd el akkor az egész üveggel. Nem lehet, vidd el. Jó, oké, na, pakoljatok vissza akkor. Azt is van, ezt tudtam volna, hát akkor hozok egy kartonnal, aztán vigyétek meg mindent. Na, ilyen az, hogy átjutottunk nagy nehezen határon, ugye 4 órás várakozás után, és aztán utána elindultunk mindenféle papír kitöltésével, és eljutottunk ugye itt a Branszki erdőn keresztül Kurszkba, ami egy borzalmas út egyébként. Ugye Oroszországban, hát elmondták utána, hogy valóban mínusz 30-40 fok, de napközben meg van plusz 10. Tehát ami lefagy éjszaka, az napközben fölmelegszik, befolyik ugye az útnak a repedésébe, és fölfagy. Tehát gyakorlatilag, ahogy mentünk útközben, a kátyuk voltak kátyúzva, de ilyen hatalmas nehézék. És mondtam, hogy kérdezték a fiúk, hogy mit tanácsolnék annak, aki autóval indul. Mondom, azt tanácsolnám, hogy soha. Tehát felejtsük ezt az egészet. Na, végig eljutottunk Kurszkba, akkor már csak 250 km volt a 2175-ből. És itt látszik, hogy egy hatalmas nagy felvonulási tér volt, tehát ott azért világháború után mindig nagy ünnepségek zajlottak. És aztán mentünk, és végül megérkeztünk ugye Voronyezsbe. Ugye azért ez Voronyezsnek a jelképe, ugyanis Nagy Péter itt építette azt a flottát, amivel aztán utána a Fekete-tenger északi partvidékét a tatároktól ugye vissza tudta foglalni, és mondták azt, hogy Voronyezsben nagyon szép nők vannak. Ez azért van, mert a hajóépítők panaszkodtak Nagy Péternek, hogy építjük a hajókat, de nincs szórakozási lehetőségünk, úgyhogy Nagy Péter egyszer megoldotta, összefogdostatta ott Oroszországban a szép lányokat, és leszállítottak egy szállítmányt oda Voronyezsbe, és azok ott megtapadtak ezek a nők. Na most, hogy hogyan kerülök ugye Voronyezsbe?
Én régen el akartam már jutni a Donkanyarba, tehát az ott volt bennem az a vágy, hogy eljussak oda, és végül már úgy voltunk a fiúkkal, a két barátommal, hogy belevágunk úgy, hogy próbálunk utazási adatot szerezni, valami igazolást arra, hogy a vízumot megkapjuk, meg egyéb, ez elég bonyolult azért az orosz vízumnak a beszerzése. És akkor egyszer csak fölbukkant egy régi ismerősöm, még Veszprémben fiatal tisztként volt egy szovjet tiszt, egy szovjet főhadnagy, felderítő főhadnagy ismerősöm, akivel nagyon jóba voltunk. Tehát olyan volt, mintha bátyám lett volna, nincs testvérem egyébként. Neki meg az apja nem élt, a bátyja nevelte, tehát így nagyon jóba voltunk, és kiderült róla, hogy 16-15-ben, hogy ő Voronyezsbe él. És akkor fölvettük a kapcsolatot, utána küldött meghívólevelet, és hát így elindultunk ki autóval. Hát ez egy elég bátor vállalkozás volt, meg hogy mondjam, de hát nem volt rossz. Na, ő Kolja, ő a bátyja, ez meg az orosz vendéglátás éppen. Ebbe volt részünk. Nagyon szigorú szabályok vannak náluk, tehát hogyha valaki meghív valakit, akkor ott, tehát amikor odaértünk, akkor az első volt, hogy odaadott egy mobiltelefont, hogyha bármi van, akkor azonnal hívjam föl, és akkor adjam oda annak, aki problémázik velünk, és lebeszéli. Ő korábban a belügyi alakulatoknak volt a felderítő főnöke, egyik felderítő főnöke, úgyhogy volt ismerettség ott a környéken, de ettől függetlenül azért biztonságban éreztük magunkat, ha ő ott volt, ugye egyébként meg nem annyira. De egy kellemes időszak volt. Ezt mindenképpen szeretném megjegyezni, hogy elvitt bennünket a Kolja barátom abba az általános iskolába, ahol ő tanult annak idején, ez is egy program volt. De ott örömmel fedeztem fel azt, hogy és ez egy követendő példa, hogy az iskolán belül egy ilyen nagy terembe, tehát egy ilyen nagy folyosón, ugye volt egy ilyen fali újság, ez a Nyiktonje Zabit, senkit se felejtünk. Tehát akik ott az iskolába végeztek, és nagy emberek lettek belőlük, katonák, hősök a háborúba, azoknak ott van a képe, azt a gyerekek minden nap látják. És ez egy nagyon fontos lenne nálunk is, hogy meglegyen az a kontinuitás. Tehát, hogy a gyerekek ne az jusson eszükbe az idősebbekről, hogy vénhülyék, hanem az idősebbeket tisztelni kell, és ez valahogy azért megvan a Oroszországban, én azt láttam. Többek között például, hogy a Koljának az édesapja az a Balaton felvidéken harcolt a II. Világháborúba, ugye az én nagyapám meg ott volt, tehát így kiegészítettük egymást, de hát ott van az ő képe is az általános iskolában, tehát rá is büszkék. Ez egy nagy dolog. Most nem azért mondom, hogy az én képem is ott legyen valahol, csak azért ez kell, tehát hogy meglegyen ez a folytonosság. Na és aztán jött a donkanyaros kirándulásunk. Ugye lementünk először, de délre, Kosztomarovóba, ez már gyakorlatilag az olasz hadsereggel való határon volt. Itt volt 1944 karácsony egy ilyen vállalkozás, annak a helyét kerestük, és akkor utána szépen végigjártuk a hídfőket. Először azt terveztük, hogy, és vittünk is sátrat magunkkal, hogy majd itt a Don partján sátrazunk, és akkor kihúzunk egy éjszakát. Ez egy jó terv volt, mondjuk éppen felderítő tiszt voltam korábban, tehát ezt meg kellett volna, hogy csináljam. Amikor odaértünk, akkor zúgott az eső. Na most tehát egy ilyen fölázott esős valamiben az embernek nincs kedve sátrat verni. De mondta Kolja, hogy menjünk be a kosztomarovói női kolostorba, mert hogy ő szokott ott adni ajándék vagy adományt, sőt ott ismerik. Menjünk be. Ez a női kolostor, ez egy érdekes képződmény, hogy Oroszországba közben. Adok körbe egy ilyen kődarabot. A Don partja az végig ilyen krétakőből áll. Tehát rendkívül könnyen faragható, meg hát meg is festezem meg az ujját. Tehát annak idején magyar katonák ilyenbe faragták bele a lövészárkokat. Vagy ide adjam? Ide adom először Gyulának. És akkor mehet körbe nyugodtan. Na ez a Kosztomarovói női kolostor, ez arról híres, hogy be lehet adni a lányokat bizonyos időszakra. Tehát ha egy kislány mondjuk nem éppen jó életet él, tehát rossz társaságba keveredik, akkor a család lehozhatja, befogadják az apácák, és dolgozik, megimádkozik. Láttunk ott több ilyen lányt, a hétvége volt, jöttek ott látogatni, és hát állítólag megjavulnak. Tehát van hatása ennek a dolognak. De nem, tehát nem látunk olyat, hogy verték volna őket, hanem ott megvannak a különböző kis kápolnák, minden ott egész nap örködni kell, van egy könyv, azt olvasgatják. Tehát nem volt ez rossz. Sőt, kaptunk ott szintén egy ebédet. Én nem eszek húst, vegetáriánus vagyok. És ugye leültünk, hát Kolyának nem volt szimpatikus ez a valami legyka, amit kaptunk, de finom volt.
És akkor mondom, hát így hozták ezt a levest is, és jött a macska, ugye az anyácska, és mondom neki, hogy hát ocsin spasiva, de jászám vegetariánjec, jányéjem, jásza, nem eszek húst. Rám nézett, így végigmért, azt mondta, itt senki sem eszik húst. Mondta, jó, oké. Na aztán utána jött a kójának ez a reakciója, hogy hát, ez valami nem szimpi. És aztán utána bejártuk a területet. Itt a Don. Tehát tényleg a Don olyan, mint a Tisza. Tehát rendkívül barátságos a terület. Ezek azok a krétakőből levő halmok. Éppen ugye előtte több napos eső volt, tehát nedvesek voltunk, meg el voltunk ázva. És ilyen mély vízmosások, horhosok mennek le a Donhoz. Tehát a magyar védelmi terepszakaszán ott magaslaton húzódott az állás. Vele szemben ilyen mocsaras síkság volt. Tehát a szovjet csapatok azért hátrányban voltak a védelemben lévő magyarokkal szembe. De találtunk lövészárkokat, ott egy Mannlicher töltényhüvely van, itt pedig egy lövészároknak a nyoma, tehát egész mély lövészárkokat véstek bele ott a partmenti sziklákba. Aztán utána, amikor elindultunk, ugye ez még ott azon a területen maga a Don, tehát egy rendkívül nyugodt, csendes folyású folyó. A csendes, igen, az volt. És ugye azt terveztük, hogy bejövünk oda egészen az állásokig a Toyotával, és majd ott sátorozunk. Na most ilyen utak voltak. Elmondtam, hogy nem. Tehát még gyalogosan is nehéz volt ott menni, de egyébként egész normális autókkal is jártak arra fel, hát az volt az alap, úgy látszik. És aztán elindultunk, ugye aznap éjszaka ott aludtunk a kolostornak a vendégházába. Ott volt egy gondnok hölgy, olyan 40 év körül lehetett, és amikor megtudta, hogy magyarok vagyunk, akkor mondta, hogy hát neki a nagymamája mesélt a magyarokról, hogy azok szép férfiak voltak, és hogy mi is azok vagyunk. Mondtam, hogy jó, hát akkor legalább nem okoztunk csalódást, ugye? De azóta nem sok magyar járt arra fele azon a részen. És akkor elindultunk, és hát az út szélén végig senkit se felejtünk. Harckocsik, ágyuk, különböző emlékművek vannak. És Mastyuginóba van egy... megláttunk egy magyar keresztet, ilyen talpfából ácsolt nagy keresztet, itt mellette van egy templom, amit éppen felújítás alatt van. De később megtudtuk, hogy van egy alapítvány Fényes Ritkén, amit a helyi polgármester üzemeltető már vagy százszor járt kinn a Donkanyarba, és építi ott a kapcsolatokat. Utána föl is hívott engem, és felelősségre vont, hogy gondolom, hogy én kimegyek a Donkanyarba, és ott emberekkel létesítek kapcsolatot. Mondtam, hogy te meg ki vagy egyébként, hogy fölhívsz engem, tehát maradjunk ennyibe. Hát azóta is sajnos csak erre jutott, tehát egy ilyen keresztre, de már itt nem nyugsz, itt egy temető volt a templom mellett, ugye exhumálták a halottakat és az elesetteket, és a központi temetőbe szállították, csak hát ott is van azért ilyen elszólt magyar emlékek azért vannak. Ugye eljutottunk először Korotojakba, igazából először Csúcsjéba voltunk, de arról most nem raktam, nem volt olyan profilos kép. Ugye ez a korotojaki hídfő volt az, amit sikerült nyáron felszámolni. Ez annak volt köszönhető, hogy gyakorlatilag itt a település az közvetlenül a Don partján van, és a nyugatról húzódó magasabb dombok felől egyértelműen lejt a talaj, vagyis a térszín. Tehát el lehetett foglalni, be lehetett látni ezt az egész területet. Jött megint a Don, látszik. Ellenben ez már az Urivi hídfő. Na most itt voltak a magyar állások ezen a részen, és mögöttünk van a Don. Most az Urivi hídfőt valószínűleg azért nem sikerült elfoglalni, mert a nyugat felől a magaslatok lefutnak egy hosszanti völgybe, és magában a hídfőállásban egy magaslat, ami eltakarja magát a Dont. Tehát az lehetőséget adott a szovjet csapatoknak, hogy ott egy olyan védelmet építsenek ki, ami föltartóztatja a támadókat, és mögöttük pedig a Don fedezékében tudtak átkelni az erők. Tehát nem véletlen az, hogy a januári támadásra innen harckocsi erők is kitörnek. Tehát, hogy hidat tudtak építeni, át tudtak törni. És Csúcsjénál hasonló a térszín. Tehát ott is van egy lejtő, utána egy ilyen domb-szerű, és mögötte van a Don. Tehát eltakarja maga a domb a Dont. Tehát az kedvező volt a hídfőállásnak. Itt van mögötte a Don, tehát látjuk azt, hogy milyen magas ez a dombgerinc. És ez mögött van, ugye itt voltak a szovjet csapatok, innen keltek át az Urivi hídfőbe. Tehát ezért volt nagyon fontos maga az Urivi hídfőnek a megtartása.
Az Uribi hídfő sarkába, északi sarkába van a Bordyijevkai első egyes számú magyar központi temető. Kb. 8000-en nyugszanak ebben a temetőben. Ez volt az első magyar hősi temető, amit rendbe hoztak. Itt egy táblát, vannak ilyen kisebb táblák mellette, amit családok helyeztek el, vagy kisebb településekről érkezett zarándokok. Rendben van tartva ez a temető, tehát senki se bántja. Szerintem nagyon kultúrát, nem is szabad természetesen. Főleg, hogy több helyen elmeséltem azt, hogy Esztergomban milyen szovjet temető van. Úgyhogy ezt igen nagyra értékelik, ha a hősökkel, halottakkal szembe az ember megfelelő tiszteletet ad. És ugye ez pedig már a 2. számú magyar hősi temető, Rudkino. Ugye ez mesterségesen készített temető, tehát a Oroszország által átadott területen épült fel ez a temető. Ez egy gyűjtőtemető volt a környező településeken, tehát végig a Donkanyarban magyar temetőket felszámolták, exhumálták, és aztán ide szállítottak 19 ezer katonák a maradványát. Lehet, hogy 19 ezer egy fő, pontosan nem tudom, hogy hány fő került oda. Valamint, és ugye ez van a középen egy hármas halom, kettős kereszte, ez a központi eleme magának a temetőnek. De magában a temetőn belül ilyen vastartókon, ilyen acéltartókon gránit táblák vannak, amikre föl van mésve a Donkanyarban eltűnt elesett katonáknak a neve. Tehát aki tudja bizonyítani azt, hogy a hozzátartozója a Donkanyarba tűnt el vagy esett el, annak hát esélye van, hogy egy ilyen táblára föl fogják vésni a hozzátartozó nevét. Nekem például a matematika tanárnőmnek is eltűnt, a tataiakkal esett el vagy hát a komáromiaknál szolgált az édesapja, úgyhogy hogy ugye ő megfogant, tehát az édesanyja terhes volt, kiment a Donkanyarba az édesapja, nem jött haza, tehát ő már úgy született meg, hogy árván született. És ugye neki hát 70 év fölött van, és amikor megtudta azt, hogy mi megyünk ki a Donkanyarba, akkor megkeresett, és tehát mondta, hogy ez azóta egy fájósebb, hogy nem tudja, hogy hol van az édesapja. Tényleg magát a sírját nem sikerült megtalálni, hiszen egy olyan településen van, ahol megszűnt a katonai temető, de azt sikerült elérni, hogy egy ilyen táblára fölvésték a nevét. Hát ennyit tud a haza adni a elesetteknek. Tehát sok-sok ilyen tábla, 52 ezer név van körülbelül most, vagy lehet, hogy most már egy kicsit több. Ugye megkértek ismerősök, hogy keressünk meg neveket, többek között én is kerestem így neveket, hát ABC sorrendben vannak, vagy temetők szerinti bontásban, tehát meg lehet azért találni a hozzátartozóknak a nevét. Lényeg, hogy itt vagyunk a Don partján, itt alatta folyik a Don. Egyébként nagyjából a Rudkinói temető azon a területen van, ahol az esztergomiak is harcoltak. Tehát körülbelül az az Uri hídfőnek az északi oldala. Na lényeg az, hogy hát ugye ő egy orosz ezredes, én egy magyar, ők meg a barátaim. És ugye ott álltunk a Rudkinói temetőbe. Ugye a kolja, hát orosz ember, pravoszláv ember. Náluk az a szokás, hogy amikor kimennek a temetőbe, akkor beszélgetnek, meg isznak egy kortyot, meg esznek egy pár faltot. Ez a pravoszlávoknak a szokása. Tehát ő tudta azt, hogy temetőbe jövünk, hozta italt, ételt. Miután bejártuk a temetőt, utána kolyót megterített, töltött egy pohárral, valamilyen ital volt, kocintottunk, és meg kell mondjam, hogy az előző években, mondtam, hogy előző években tartottam ünnepi beszédeket, tartottam előadásokat. Amikor 16-ban ott voltam a Donnak a partján, és körülöttem volt 19 ezer magyar katonának a sírja, a maradványa. 19 ezer magyar embernek. És én meg egy orosz ezredessel kocintok, akinek az apja meg ugye Magyarországon harcolt. Akkor elgondolkoztam, csak az jutott eszembe, hogy annak idején nekik miért nem lehetett ezt csinálni. Miért kellett meghalni? Azért ez, higgyék el, ez egy borzalmas érzés, hogy 2000 kilométer távolságra ott van körülöttem 20 ezer magyar katona maradványa. Mit kerestek ott? Hát ugye elmondtam, hogy mit kerestek ott. De ez egy rossz döntés volt akkor is. És én nem vitatom azt, hogy a kormányzó nagy politikus volt, vagy nem nagy politikus. De a döntéseknek mindig van gazdája. Tehát a jó emberek is, jó politikusok is tudnak rossz döntést hozni, de azért vállalni kell a felelősséget. Tehát ez a 96 ezer katona, ez ugyanúgy szárad Horthy kormányzó lelkén is, mint az akkori katonai vezetésnek a lelkén.
ennek felelőse van. Mindennek van felelőse. Én is hozhatok rossz döntést, hiába hiszem magam, hogy jó ember vagyok, de hozhatok rossz döntést, és azért vállalni kell. Ha elütök valakit az utcán, akkor be kell vonulnom a rendőrségbe, a börtönbe, mert egy rossz dolgot cselekedtem. Szóval el kell menni és meg kell nézni, azt mondom. És valahogy ott van az emberben az, hogy nem, tehát az utókor, most 2020-ban vagy akármikor, nem minősítsük ezeket a katonákat, akik ott voltak. Tehát ne akarjuk őket besorolni, mint a keresztes háború résztvevői a bolsevizmus ellen, meg sárkányölő szentgyörgyöknek. Ne akarjunk belőlük nyomorult áldozatokat csinálni. Katonák voltak, az ország vezetése hozott egy döntést, abban a politikai helyzetben az látszott a jónak. Elmentek, teljesítették a kötelességüket. Lelkesen harcoltak. Annyira lelkesen harcoltak, hogy a munkaszolgálatos, zsidó munkaszolgálatosok sokszor, amikor nem volt fegyverük hivatalosan, amikor a szovjet támadás érte például egyik köteléket, akkor a zsákmányolt szovjet fegyverekkel harcoltak a szovjetek ellen. Akkor zsidó munkaszolgálatosok hadifogságba estek, akkor a szovjetek hadifogolyként kezelték őket is. Mert ők magyar katonák tartották magukat egyébként. Ez még nem a holokauszt időszaka. Tehát lényeg az, hogy nem minősítsük őket. Ők magyarok. Elmentek, meghaltak, nem is áldozatok, tisztelnivaló magyar emberek, családapák, fiúk. Fáj valakinek az, hogy meghaltak. És legyünk egyelette irányukba, és meg kell őrizni az emléküket. Azért vetítettem azt a iskolai képet is, hogy meg kell őrizni az emléküket. És azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére, ugye itt Esztergomba a Miklós Tamás működésének, Tamás összegyűjtötte azt, hogy kik a II. Világháború elesettjei, ugye Esztergomból. Neki köszönhető az, hogy közel 600 név került fel arra az emlékműre, ami az önkormányzat támogatásával igazából Báhidi Laci bácsinak a közbenjárására, működésére létrejöhetett a Szent Anna temetőbe. Tehát ezen az emlékműn ott van 600 név. Tehát ők a mi, a város elesettjei. Körülbelül 20-25 név van, akik a Donkanyarban estek el. Tudom, hogy hallottam olyan hangokat, hogy minek oda, meg hogy néz ki, meg egyéb. Én azt gondolom, hogy ez kell. Tehát a neveket meg kell örökíteni. Megérdemlik ezt a tiszteletet. Megtették, amit kellett. Megérdemlik. Remélhetőleg márciusban sor kerül a avatására is, de szerintem már ez most is Esztergom él az emlékmű. Úgyhogy én ennyit szerettem volna mondani, elmesélni a Donkanyarral kapcsolatban. Nekem ezt jelenti a Donkanyar, nekem ezt jelenti a második magyar hadsereg. Van személyes érintettségem is ebben. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen a figyelmet!